A jászberényi, a hevesi és a nagykátai hivatásos, valamint a jászkísérő önkormányzati és a jászapáti önkéntes tűzoltók is oltották a lángokat. A helyszínre érkezett a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is. Kigyulladt egy 500 négyzetméter alapterületű, tárolóként, valamint műhelyként funkcionáló épület Jászapátiban, a Vasút utcában. Az esethez Jászberényből, Jászkísérről, Jászapátiból, Hevesből és Nagykátából érkeztek tűzoltók, akik több oldalról légzésvédelem mellett összesen 9 vízsugárral fékezték meg a lángokat a katasztrófa védelmi műveleti szolgálat irányítása mellett. Helyszíni beszámolók szerint a robbanást, a tűz ropogását még a város központban is lehetett hallani. Sokan kiszaladtak az utcára, a vasútállomást és a környékét katasztrófa turisták lepték el. Mivel instabillá vált, ezért a tűzoltóknak az épület tűzfalát is le kellett bontaniuk. Ebben az épületben egyébként 8 darab gázpalackot tároltak, amelyek mind felrobbantak a tűzben. Mivel az épületben a gázpalackok mellett különböző vegyi anyagok, rovarülők, gombaülőszerek, hajtóanyagok voltak, ezért a helyszínre riasztották a katasztrófa védelmi mobil labort is, amely Jászapáti lakott területén folyamatos méréseket végzett, de veszélyes anyagot egészségre ártalmas koncentrációban a lakókörnyezetben nem mutatott ki. A katasztrófa védelem tájékoztatása szerint eloltották a lángokat. A hajnali órákban megkezdték az egységek az utómunkálatokat. Nem tudni, hogy mi okozta a tragédiát.